Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai evangélium Szent Lukács könyvéből való. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szaddúceusok körül, akik közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle, Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és azt mondta, hogy maga után gyermeket azonban nem, akkor a testvére vegye el az özvegyet, és támaszon utódott testvérének. Volt hét testvér, az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De úgy halt meg mind, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A föltámadáskor vajon kié lesz az asszony, hiszen mind a hétnek felesége volt? Jézus ezt válaszolta nekik. A világ fiai nősülnek és férhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való föltámadásra, nem nősülnek és nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak föltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Erre néhány írás tudó megjegyezte, mester helyesen válaszoltál nem ismertek tőle többet kérdezni, semmit sem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a szaddúceusok által felhozott eset világosan megmutatja, ha rossz a kiindulás, akkor rossz lesz a végkövetkeztetés is. Az ő alapelvük volt, hogy nincs, nem lehet föltámadás. Mégpedig azért nem lehet, mert a törvénykönyvben nincs róla szó. Ehhez kreáltak bizonyításul egy olyan esetet, amely szerintük világosan megmutatja, hogy nem is lehet föltámadás, mert abszurd helyzetbe hozná a törvényt. A rossz kiindulás viszont éppen az, hogy a törvényel próbálják bizonyítani azt, ami már a törvény előtt megvolt. A törvényt ugyanis Mózes kapta Istentől, vagyis a bűnös embert akarta megfelelő keretek közé szorítani vele Isten, és visszatartani a bűntől. Erről ír Szent Pál Apostol a Galatáknak. Mielőtt a hit elérkezett volna, a törvény fogott össze és őrzött meg minket a hit számára, amelynek kinyilatkoztatása a jövőre várt. Így a törvény Krisztushoz vezető nevelőnké lett. Ezzel az apostol két dolgot mutat be. A törvény nem abszolutizálható, mintha az mindenek fölött való lenne, és ugyanakkor a törvény ideiglenes, mert a hithez akar elvezetni. Nagyon érdekes, hogy a törvény érvényéről pedig a rómaiaknak írva Szent Pálapostól éppen hasonló példát hoz elő, mint amit a szadduceusok kre kreáltak. De pont az ellenkezőjét igazolja általa. Ezt írja az apostol. A férjes asszony például törvényköti életben lévő férjéhez, férje elhonytával azonban fölszabadul a férj törvénye alól. Vagyis Pál apostol éppen azt bizonyítja, hogy a törvény nem csak nem abszolutizálható, hanem merőben csak az evilági életre vonatkozik. Éppen ezért abból nem lehet sem következtetni, sem bizonyítani, hogy mi következik a halál után. Az is érdekes, hogy azt nem merték kimondani a szadduceusok, hogy a halállal megsemmisül az élet. Ők maguk is hittek az ősatyák valóságában és az ősök tiszteletében. Amikor tehát az Úr Jézus Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyákkal hozakodik elő, világosan sarokba szúrítja őket. Kimerné tagadni az ősatyákat, vagy kimerné a maguk vallását, merőben halott kultusznak tekinteni. Ha pedig hisznek Ábrahám, Izsák és Jákob istenében, akkor el kell ismerniük, hogy ők élők még a halálban is. Az úr tehát nem egy idézettel rombolja le az alattomos érvelést, hanem a jelen valóságból, az ősatyák tiszteletéből teszi világossá az eredeti feltételezés hamisságát. Egyébként, amikor Isten megjelent Mózesnek, ő maga is úgy mutatkozott be, hogy ő az ősatyák istene, és később nyilatkoztatta ki a saját nevét, Jahve, vagyis ő az, aki van. Ha pedig Isten a lét, akkor nyilvánvaló az ember, akit a maga hasonlatosságára teremtett, szintén létezésre teremtette. A halál tehát az ember számára csak ideiglenes büntetés, mert utána is létezünk, sőt üdvösségre jutunk. Amen.